Sziasztok! Takács Márta vagyok, szeretettel üdvözöllek benneteket, és szeretném megosztani a gondolataimat veletek. Most jelenleg délutáni pihenőmet töltöm egy csodálatosan szép parkba, és pont az foglalkoztat, hogy az emberek miért hagyják az álmaikat elveszni. Amikor még gyerekek vagyunk, fiatalok, aktív fiatal dolgozók, akkor még vannak terveink, vannak álmaink. Aztán jön egy időszak, amikor csak azt halljuk, hogy ó, hát ezeket úgysem, ezek álom, de valóra váltani úgysem lehet, mert mindenki addig nyújtózkodjon, amíg a takarója éri. De hát mi történik akkor, hogyha ezt a takarót kimossák? Ugye akkor ez a takaró összemegy, és ahogy a takaró összemegy, úgy vesznek el az álmaink is, és jóformán az egész életünket tengődve éljük le. Nem azért születtünk erre a földre, hogy csak létezzünk, hanem azért, hogy éljük az életünket. Tehát a céljainkért dolgozni kell. Mindenki valóra tudja váltani az álmait, ha küzd értük és harcol értük. Mai világban olyan nagyon sok lehetőség kínálkozik arra, hogy az álmainkat, vágyainkat, céljainkat meg tudjuk valósítani, hogy ennyi még soha nem kínálkozott. Akár pályakezdő vagy, akár aktív dolgozó vagy, akár nyugdíjas vagy, sőt, ha nyugdíjas vagy, akkor még jobban kotord elő a tudatalattidból a régóta őrzött, dédelgetett álmaidat, vágyaidat, és soha jobbkor, mint most van itt az idő, hogy dolgozz értük. Miért? Azért dolgozz értük, hogy az agysejtjeid ne haljanak el. Hogy ne járjál úgy, mint azok az idős emberek, akikkel én foglalkozom, akiket én ápolok, és elhalnak az agysejtek. Mert elérnek egy bizonyos kort, és úgy gondolják, hogy akkor már nem szükséges dolgozni, az életük lejátszódott, várni kell a végzetet. Tehát ez nem így működik. Aki főleg most 40 éves munkaviszonnyal fiatalon elmennek nyugdíjba, és tengik-lengik az életüket, idő előtt megöregszenek. Tessék, foglalkozzatok az álmaitokkal. Ki kell választani a sok lehetőség közül a legjobbat. Meg kell nézni, mióta van a piacon, mit tud nyújtani, hány ember család életébe tudott pozitív változást vinni, és ne féljetek nekivágni az újnak, mert az új az megfiatalít, erővel tölt föl, energiával tölt föl. Úgyhogy én azt mondom, ne hagyjátok kárba vészni az álmaitokat. Sziasztok, szép napot!